a hazai termelőktől itt vállaljuk be az árut. Több mint 100 termelő szállít árut a Császárkert hűtőházába. A gyümölcsök, zöldségfélék innen kerülnek a boltokba. Madarász Gyula abban látja a sikerkulcsát, hogy a minőség és áru iránt nagyobb a kereslet, mint amennyit fel tudnak kínálni. A Császárkert Kft. Vezérigazgatója ezért bővítésben gondolkodik. A Császárkert szeretné a vajdaság szerte a magyar kertészeket is összefogni, ami azt jelenti, hogyha véletlen a Császárkertre volna szüksége valami termelőnek, igenis hozzánk fordulhatnak, mivel szeretnénk ezt a foglalkozást, hogy fejlődjön vajdaságba, mert erre szerintem óriási lehetőség. Madarász Gyula élelmiszeripari mérnökként a korszerű termelést szeretné meghonosítani vajdaságban. Szerinte a fólia sátras kertészkedés jelenti a jövőt. Ilyen fólia sátrak a legkifizetőbbek. A Nemzeti Tanácsi Választáson induló Magyar Összefogás listáján szereplő szakember a jövőben is a korszerű technológiák bevezetését, illetve a termelők képzését szeretné támogatni. Szerinte így módon a fiataloknak is megadatik a lehetőség, hogy a szülőföldjükön érvényesüljenek. A megmaradásunk csak abban rejlik, hogy tanálunk-e magunknak munkát, hogy elegendő pénzt keressünk, hogy meg tudjunk itt élni. Mi azt lássuk, hogy csak is a földjeinket nem kéne eladni, hanem meg kéne találni azt a módszert, hogy mind azért, amiért most elhagynak a fiatalok bennünket, külföldre mennek dolgozni, hogy kéne azt megcsináljuk, hogy itthon is úgy nézzen ki. Madarász Gyula szeretné, ha a Császárkert példáját mások is követnék. A szakember szerint a méhészek, a biotermelők, valamint a virágtermesztők összefogása is hasonló sikerrel járna.